A Móra Ferenc Múzeum kupola termében egy hatalmas dinócsontváz, egy Tyrannosaurus Rex áll. Eredeti csontokat és a leletek alapján összeállított állatokat, illetve rekonstruált vázakat is bemutatnak a múzeum legújabb kiállításán. Ez nem könnyű. A leghosszabb állat csak a farka bekanyarításával fért el a díszteremben. Még mindig nem sikerült teljesen összerakni, de nem sokára végzünk vele. Hát azt kell, hogy mondjam, ez több nap volt ennek az állatnak az összerakása. Ez egy nagy testű sauropoda, egy növényevő dinoszaurusz, amint látszik, hogy kb. 22 méter hosszú volt, és valóban több nehézséget okozott az összeépítése, hogy a nyakát külön ki kellett kötni, hogy nehogy itt valami probléma jelentkezzen. A kisebb tárgyak is érdekesek. Ez a kőre hasonlító darab egy körülbelül 65 millió éves dinoszaurusz tojás, amely a mai Kína területéről származik. Az ősi állatok szaporodása körül még ma is sok a nyitott kérdés. Valószínű, hogy a dinók a madarakhoz hasonlóan fészket raktak és abba tették a tojásaikat. A kisebb testű dinoszauruszok maguk kelthették ki utódaikat. Ez akár 3-6 hónapig is eltarthatott. Az állatokkal kapcsolatos kutatások főbb eredményei mellett másfajta érdekességek, sőt hírességek is megjelennek a tárlaton. A kiállításban látható lesz az eredeti és a másolatok mellett két olyan dinoszaurusz, ami például a Jurassic Park című filmben is szerepeltek. Én azt gondolom, hogy ez sem rossz dolog, hiszen ilyen installáció, tehát ezeknek a filmeknek az installációt máshol nem lehet megtekinteni, csak itt nálunk. A legfőbb szabály, hogy a múzeum elé kiállított állatokkal fényképezkedni szabad, de hozzájuk nyúlni nem. Az Amerikából érkezett dinó kiállítás január közepéig maradt Szegeden.